Halló, halló, sziasztok! Megjöttem, hoztam egy újabb avon videót, remélem nem fog kifolyni a szemem, mert hogy szemből süt a nap, jó, fentről, tehát nem konkrétan rám, de hogy az én szemem nagyon érzékeny a napfényre, tehát nagyon-nagyon, hogy is mondjam csak, tehát érzékeny és hunyorgok, de remélem, hogy ez nem zavar benneteket. Ha mégis, akkor majd szóljatok, aztán megpróbálok másképp csak. Én is szeretek a konyhában videózni, mert itt van a legjobb fény. És hát most a nyárnak ugye az az egyik negatívuma ilyen szempontból, hogy ugye itt teli beveri ilyenkor a napfény, aztán egy kicsit hunyorgok. Avon, hát mi más. És a csörgés. Megpróbálom kinyitni. Tegnap kaptam ezt a csomagot, hiszen pont akkor mentünk be a polcra. És nem bontottam ki már, mert nem, tehát nem is én vettem át, hanem a férjem. Már itthon sem voltam. Este meg már, amikor hazajöttem, akkor nekiálltam dolgozni. És nem bontottam ki. De most eljött a pillanat. És nem fogom tudni ezeknek az árát. Akkor kénytelen leszek megszerkeszteni a videót alaposabban, úgymond. Mert hogy lehet, hogy külön pakolom a külön pakolni valót. Egy pár darab kis csetresz nekem itt. Jó. Rendeltem még katalógust. Júliusit, úgyhogy ebből itt van nekem bent 10 darab. Hol van? Itt vannak a katalógusok. 2, 4, 6, 8, 10. Igen, megvan. Jó. Félreteszem. És akkor hiány termék volt még a múltkor, a júniusi kampány utolsó hetében adtam le rendelést napozókból. Az előző videómban láthattátok, hogy mondtam is, meg amelyben mutatom azt a dinnyés strandtáskát, hogy mondom is, hogy nem minden volt készleten, és akkor most jött meg még 2 darab napozós cuccom. Az egyik egy 30 faktoros vízálló naptej, a másik pedig egy 15 faktoros bronzolaj, ami megjött, és ezt mindjárt megpróbálom itt a kis füzetembe visszakeresni, hogy igen, a 30-as spray az 2600 forint volt, mínusz 40%, illetve a bronzos sító olaj, bronz spray, ez is 2600 forint volt, mínusz 40%. Mert hogy nekünk tanácsadónőknek olyan ösztönzőink vannak, hogy erre például 40% volt a múlt hónapban, sőt ebben a hónapban is van rájuk kedvezmény. Jó, és akkor igen, aha, a megrendelőmnek van benne rendelése, és ugye rögtön egy női borotvával indít a felsorolás itt ugye nekem, de hogy sajnos készlethiányos volt a borotva, úgyhogy az nem jött. Remélem, hogy már majd legközelebb megérkezik, a következő csomagom az majd egy másik. Remélem, hogy ebben már benne lesz. Viszont a következő az volt, amit kért, az egy intenzív lábpuhító krém. Így néz ki. És a júliusi katalógus 173. oldalán van. Nagyon szeretik egyébként ezt a krémet. Itt találjátok ezt a krémet. És 999 forint, de ugye látjuk, hogy jó nagy kiszerelés. Tehát ez 150 millis. 150 millis. Ott egy postakocsi, de hozzám nem az jön. Egy másik futárcég. Oké. Okay. Közben kikukucskálok az ablakon. Az következő, hogy egy argán sampon lesz, ez, argánolajos sampon, 159. oldalon van, itt vannak a samponok, és ő itt van legbelül, hajtápláló sampon, argán és kókuszolajjal, itt,
és 799 forint volt ez a nagy kiszerelés, ami 400 millis, megnézem már, mert a múltkor a tusfürdőket rosszul mondtam, 400 millis, tehát nagy, nagy sampon, és 700 forint, és hogyha kértek tőlem kódszámot az Avonhoz, akkor nyilván kedvezménnyel még olcsóbb, tehát nem vesztek drogériában szerintem ennyiért sampont. A következő pedig egy szemöldök formázó lesz. Ez a típus, Microfine névre hallgat ez, és akkor a brunett árnyalat, mindjárt megmutatom nektek, 69-en volt, ez kellett még a megrendelőmnek. Ez a típusú, tehát ez a tekerős szemöldök ceruza, 1499 forint. És itt alulról a második szín volt a brunett, amiből most konkrétan semmit nem láttok egyébként, mert itt szinte a kamerában mindegyik szín ugyanaz. Úgyhogy ez kellett még neki. És volt nekünk egy hídajánlat. A hídajánlat az annyit tesz, hogy összeköti a, mint egy híd, összeköti a két kampányt. A júniust és a júliust, mindig szokott lenni egyébként ilyen. És most a híd ajánlatunk az az, hogy aki júniusban vásárolt 3500 forintért a katalógusból, és júliusban szintén vásárol 3500 forintért, megvásárolhat ezek közül a szettek közül egyet. Annyiszor vásárolhatja meg a szettet, ahányszor teljesül ez a 3500 forintos limit, vásárlási limit. Hogyha ti vásárlók vagytok, és van nektek tanácsadónőtök, Katika, Marika, Gizike, teljesen mindegy, hogy Gizsoda, és ti vásároltatok a múlt hónapban tőle 3500 forintért, és most megint, akkor ezt a szettet kérhetitek valamelyiket pluszban, és nagyon jó áron van egyébként. Mind a kettőben az Incandescence Lotus parfüm van, nagyon jó illatú parfüm, nagyon szeretem. Az egyikben van hozzá egy 7:1 körömápoló, körömápoló, ilyen kis körömlakszerű. A másik, ami mellette van, ez az én személyes kedvencem, az mindjárt kimondom, Legendary Lengths szempillaspilá. A másik szett pedig olyan, hogy a parfüm mellett nem ezek a dolgok vannak, hanem egy arckrém, mégpedig len a nappali 20-as faktoros Suti hidratáló nappali krém, érzékeny bőrre a Nutra Effect termékcsaládunk arckréme. Tehát maga az arckrém is, mindjárt megnézzük, hogy mennyibe kerül egy nutrás arckrém itt a katalógusban. Ez fejből nem megy. Itt vannak a arckrémek. És akkor a Nutrának a nappali krémje, pont itt van ő, itt van alul, 1799 forintba kerül az arckrém. És akkor megnézzük, hogy mennyibe kerülne az illat. Hát most 3799 forint. Látjátok? Tehát 3008, meg 1008, az 5006. Igaz? 5006, és most megveheted. Bezártam. 5600. Megveheted 2000 forintért. Na, ehhez mit szóltok? A következő szintén, ugye a 7:1 a Legendary Lengths, hát a Legendary Lengths, azt mindjárt megpróbálom nektek, igen, 1500 forint most, itt van, 1005, akkor a erősítő körömlak, 1005 az 1000 forint, itt van, akkor az 2005, meg 3008, az 2, meg 3, 5, mennyi? Akkor ez még több? De hát persze, hogy több, persze, hogy több. 2005, na várjatok, ez igen, 2005, meg a parfüm 3008, akkor 5, igen, az 6002, azért mondom, hogy jól számolok, de igen, 6200 forint helyett 2006,
600. Na, szerintem marha jó ajánlat. Hát természetesen, hogy vettem belőle. Hol van már az eleje? Itt van a két szettem. Itt van a két szettem. És 2600 forint volt. Nyilván ebből is jár le kedvez, vagy vonódik le kedvezmény. Úgyhogy szerintem ez nagyon megérte. Oké, és akkor mondhatom még, hogy mik vannak itt, amiket nem írtam fel. Nem írtam fel, úgyhogy nem fogom tudni most megmondani per pillanat, hogy mennyibe kerültek. Pontgyűjtős termékek egyébként. Kettő darab cipőtartó zsák. Én ezzel mindig bajba vagyok egyébként, úgyhogy ez tök jó dolog, mert azért vagyok vele bajba, mert hogyha megyünk is, ugye utazunk, hát mert mi minden hétvégén utazunk, és ugye kell cipőt vinni pluszba, hogyha úgy van, akkor mindig itt problémáztam rajta, hogy mibe tegyem, és akkor mindig ilyen nylon zsákba tettem, szattyorba, tudjátok. És ez egy tök jó dolog, fel is lehet akasztani, nagyon magát. Meg ilyen kis cipzárja van neki, és akkor ide bele lehet tenni a cipellőt. Mondjuk Krisztiának két cipő is belefér egy ilyenbe, vagy mondjuk szandál, ami nem egy olyan nagyon nagy terjedelmű, de felnőtt cipőnek is tökéletesen megfelel. És azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy ez 300 forint volt, vagy 200, valahogy így volt itt a pontgyűjtőben. Igen, vissza is zárom. És akkor ebből vettem egy fiúsat, meg egy lányosat. Oké, a következő. Sose tudom, hogy mikor lesz rá szükség. Igazából egy avonos, nyakba akasztható. Igazából, ha minden igaz, akkor ez légmentesen lezáró. Tehát dupla zár van rajta ilyen. Tudjátok, ami a telefonhoz, hogy ne folyjon be a víz. De megmondom az őszintét, hogy én ettől függetlenül nem merném beletenni a telefont és bevenni vele a vízbe. De mindegy. Úgyhogy ez egy ilyen telefontartó egyébként. Vagy hát nem is tudom, lehet, hogy egyébként mást is lehet. Szerintetek? Csak telefont lehet? Biztos nem csak telefont. Pénzt is bele lehet tenni, mondjuk, hogyha egy strandra megyünk és nem szeretnénk, hogy elázzon a pénzünk. És akkor van neki ilyen cuki nyakba akaszthatós kis madzágja. Na. Majd kiírom, hogy mennyire kerültek. Következő az egy vízhatlan táska. Na jó, akkor most kérem szépen a véleményeket. Hát, ha van, aki tőlem okosabb, biztos. Vízhatlan táska, így írja pedig, igen, jól emlékszem. Vízhatlan táska, na de hogy ez? Ebbe mit teszünk? Jó? Tehát írjátok már meg, mert én ezt megvettem. 300 forint volt, ez is talán nem tudom, majd megírom. De hogy mi ez amúgy? Nem tudom. És így lehet összecsatolni. Lehet összecsatolni ezzel a csattal. De nem tudom, hogy mi ez. Uh-huh. Tudjátok, mint az üvegtigrisben, amikor mondja Sanyi, hogy hú, de szép! Ilyen. Tehát kb. Úgy vagyok, jó, de jó, mi ez? Következő, szintén kis csetresz. Mert hogy ez most amúgy feltétlen kell nekem, de úgy voltam vele, lehet, hogy még szükség lesz rá. Füldugó, az néha jól jönne. Meg egy ilyen jó éjszakát. Tehát egy ilyen alvós maszk. Szemtakaró, szemfedél. Jaj, csak nem kell még szemfedél, várjatok, Isten ments. Rá is ütöttem a számra. Jó. Nagyobbat kellett volna. Kettőt vettem belőle.
biztos, ami fix, nehogy elfogjam. A következő, ha ennek nagyon örülök, ez egy hűtőtáska, és ez is mindig kell, bevásárlásokhoz nyáron, meg úgy a ha, amúgy is. És akkor ez egy ilyen méretű, két kártedoros fagyisdoboz pont befér egymás tetejére. Szuper. És akkor van neki füle. Meg természetesen rá van írva, hogy album. Úgyhogy szipcsi-szupcsi, ezt fogjuk is használni. És olyankor is jó egyébként, hogyha mondjuk elmegyünk kirándulni, és akkor egy jégakúval a kocsiba hagyunk benne mondjuk egy fél literes üvegben vizet, vagy kettőben, vagy egy sört, apának, egy alkoholmentes sört, hogy kicsit felfrissítse magát, ha visszajönk a kocsihoz. Ez már oly régen elérhető a pontgyűjtőben, és én mindig megnézem, és sose veszem meg. És most megvettem. Rettentő sok ponton van, nem én 480 vagy hány ponton volt, iszonyatosan sok, úgyhogy már el kell költenem egy részét. Ez egy fitness kesztyű. A nagy fitness lady-nek mi? Nem is edzek. Még. Majd fogok. Látok, mert az óra rajtam van, nem tudom becsatolni. Vesszük. Beszóltál. Úgyhogy ez egy fitness kesztyű, ami elvileg tök jó, mert hogy olyan eszközökhöz, amihez ugye izzadt tenyér nem a legjobb, csúszik. És láttam egyébként az egyik youtubernél, akit hát most mondjam azt, hogy követek. Tudjátok, mikor néztem utoljára a YouTube-os videókat? Olyanokat, akiket szeretek? Kb. 2 hónapja. Egyáltalán nem nézek YouTube-ot. Egyáltalán nem nézek. A sajátomat addig, amíg fent vagyok, míg megszerkeztem, meg feltöltöm, az, de azt sem nézem meg, csak amikor szerkeztem. Tehát annyit vagyok YouTube-on, amíg esetleg válaszolok a kommentekre, vagy feltöltöm a videóimat. De hát nincs erre időm. És Instán sztoriba láttam. Talán a Glamify, vagy Glamify, vagy hogy kell kimondani Krisztit, nem tudom. Ez a mindig barba vagyok. Glamify, 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 nem tudom. Szóval a Krisztinél láttam. Azt hiszem, hogy ilyen biotekusás kesztyűt. És akkor beugrott, hogy hát az Avon pontgyűjtőjében már mióta ott van ez az izé. Megnézem, és 2000 forintba került egyébként ez a kesztyű. Bőrkesztyű egyébként. És képzeljétek el, hogy tényleg jó minőségű. 5000 forint, megnéztem a neten, 5000 forint a biotekbe. Hát mondom, akkor simán megveszem. 2 ér. Mert úgyis fogok edzeni, és jól jöhet szerintem. És akkor úgy látom, hogy már csak egy dolog van, ez pedig, hát, mi lenne más, hanem pizsama. Ami lehet, hogy nem lesz jó, mert hogy ebben az egy méretben volt elérhető, XL-es, és én az Avon M-es méreteit hordom, és ha ez most nem lesz jó, akkor sajnos meg kell tőle válnom, úgyhogy ha kiderül mindjárt. Flamingós pizsama. Hát, elég nagy. Ilyen a teteje. Hát imádom. Imádom, lehet inkább beszűkítek belőled, akkor se adom el. Hát nézzétek már meg! Napszemüveges! Jaj! Csoda! Nagyon cuki! Nézzétek, nagyon cuki! És a nadrág, ami szerintem nagy lesz, az pedig tele van flamingókkal! Nagyon nagy. Nagyon nagy. Na de fel fogom próbálni. Bocsánat a krágogásért. Annyit beszéltem már ma, negyedik videó, amit felveszek. Szóval, fel fogom próbálni, mert egyébként megiszonyan tetszik, és 1500 forint volt. Fel fogom próbálni, meg fogom nézni, hogy milyen, és tényleg be fogok akkor belőle venni.
vagy valami, vagy annyira nagyon nagy. De még meggondolom, lehet, hogy a végén el fogom adni, mert lehet, hogy nagy lesz. Na jó, úgyhogy ennyi lett volna az én kis abonos unboxingom mára nektek. Köszönöm, hogy szépen, hogyha itt voltatok, és megnéztétek, és puszi nektek! Sziasztok!